8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Én nem fogok dalolni, de ezt nagyon megjegyeztem, és egyébként igyekeznék ehhez tartani magam. De hát nem vagyunk ugye egyformák, van, akinek az életritmusa más követel, vagy a bioritmusa, illetve van, amikor talán a körülményeink miatt minden felborul, hogy ez hosszú távon működik-e büntetlenül, ezt szeretnénk most tisztázni dr. Jakab Tibor belgyógyásszal és antropozófussal. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Azon kívül, hogy nagyon jól megjegyeztük ezt a sort a dalból, az ember így van kódolva egyébként? Tehát így vagyunk kitalálva? Az ember nagyon érdekes, nagyon bonyolult lény, sokfajta ritmusból áll össze, vannak 8 órás ritmusai is, azonban ami orvosi szempontból talán a kezdet, talán az első lépés, a legfontosabb, az életfontosságú ritmusai, ami kettes ritmusok mindig. Igen. Tehát a szív vagy összehúzódik, vagy elernyed. Tehát vagy a 8-ba belégzünk, benne a kettő is. Vagy kilégzünk, vagy alszunk, vagy ébren vagyunk. Na nekem ez meg ez mindig egy nagyon fontosnak, mintha az alvás lenne mindennek a nyitja, illetve a kiindulási alapja, és ahhoz érdemes viszonyítani az összes többi cselekvésünket? Szinte így van. Az alvás, ébrenlét ritmus az egy napritmus, kettes ritmus, tehát ennyi idő alatt fordul meg a Föld a tengelye körül. Azaz az emberbe év tízezredek, százezer éves, vagy egymillió, vagy több millió éves története fejlődése kapcsán az embernek ez beleivódott. Ezt nem lehet megkerülni büntetlenül. De azért érdekes, hogy a babákat, a csecsemőket azért szoktatnunk kell erre a kettesre, vagy legalábbis, hogy alakuljon ki nekik a váltás az ébrenlét és az alvás között. Ez bizony így van. Úgy jövünk a világra, hogy ezeket a ritmusokat nem tudjuk. Ezeket meg kell tanítani. És ha ez elmarad, az baj, az az egész életre visszahat. Nem csak a kettes ritmus, tehát vannak mondjuk négyes ritmus, vegyünk egy négyes ritmust, amikor a csecsemő lenyeli a tejet, akkor az epehúja háromszor perisztaltikázik a gyomor, és a negyedik perisztaltikára kinyílik az áróizm, és akkor tovább halad az étel. Ha ezt nem így csinálják, az ételt nem tudja megemészteni, mert nincsenek emésztőenzimek, nem ér oda, vagy túl hamar, túl későn, és akkor elkezd puffadni, gázosodni. Ha úgy veszük, ez is egy kettes ritmus, hogy eszünk-e vagy sem, de valójában ez már ugye egy többes ritmus. Hányszor kellene akkor naponta enni? Most erre mit mond a tudomány? Igen, sokat vitatkozunk rajta. Abban megegyezik mindenki, hogy nem szerencsés emésztetlen ételre ráenni. Tehát amíg nem emésztjük meg az első fogást, vagy étkezést, addig nem szabadna újra kezdeni az étkezést. A csecsemőnél ezért vannak a szopásnak, szoptatásnak ritmusai. De nálunk is pontosan ugyanígy megvannak, tehát a nassolás az több szempontból nem jó, a súlyt is gyarapítja, de hát nagyon nehézkessé teszi az emésztést, előbb-utóbb valamilyen panaszt okoz, puffadásos, egyéb kellemetlen panaszt. És milyen területek vannak még, ahol visszaüt az, hogyha nem tartjuk meg a természetes ritmust? Ha maradunk a kettes ritmusoknál, ott talán ez a legfontosabb, tehát a szív ritmus zavarai, amik először funkcionálisak, tehát nincs szervi oka, de ha ritmusból kiesünk, akkor elkezd a szívünk egy kicsit, egy picit össze-vissza, hol nagyon dobban, hol kicsit, hol túl gyors, hol túl lassú. Vagy a légzésnek ugyanígy elkezdjük kapkodni a levegőt, vagy az idegrendszerben ugyanígy, ami gyerekeknél látszik, ahol nincs meg a ritmus, hiperaktív lesz, túlmozgásos, nincs meg a nyugalom, a 8 óra munka, pihenés és szórakozás, nincs meg a ritmusa, hiperaktív lesz. Segítsen nekünk, doktor úr, hogyan legyen ritmus érzékünk, és hogyan figyeljünk oda arra, amit a ritmusunk súgna, mert ezek szerint, hogyha ahhoz tartanák magunkat, akkor minden rendben lenne. Nagyon érdekes gyógymód a művészeti terápia, mert a művészetekben, teszem azt a zenében és a mozgásban, a ritmust muszáj tartani egyszerűen, hogyha nem tartjuk, akkor kész vége a produkción. Nagyon fontos az úszás például, amikor ezt a légzés, belégzés, kilégzés ritmust muszáj tartani, ha fönn vagyunk, belégzünk, lent vagyunk, kilégzünk, ez fordítva nem lehet, vagy elég veszedelmes lenne. Tehát vannak bizonyos cselekmények, amivel ha gyakorlatozzuk magunkat, akkor visszaállnak az eredeti ritmusaink. De ilyen gyakorlat az is, amit hallottunk, a dalból idézve, hogy betartjuk azokat az időket, amely az idegrendszernek szüksége van, a munka, a szórakozás és az alvás. Uh-huh. És akkor, ha ez felborul, valahogy igyekeznünk kell ezt visszaterelni nyilván. Ezt nagyon igyekeznünk kell visszaterelni, mert előbb-utóbb komolyabb probléma adódik belőle, és akkor már az már orvosi működéshez kötött a gyógyulás, a helyreállítása a rendszer. Na jó, akkor kezdjünk el dalolászni. Egyrészt ez a ritmus segít, másrészt pedig a dallam is, hát ha magunkra találni. Hát ha ilyen egyszerű lenne. Na jó, erről még biztos, hogy fogunk beszélgetni. Nagyon köszönjük szépen. Köszönöm szépen. A ritmusból kineessünk, gyorsan még egy nyertest hívjunk.